Innen szemlélve egy bontásra való épület áll a leendő székelyház helyén Bátaszéken. Ám az udvarban bár javában folyik az építkezés. A miniszterelnökség 30 millió forinttal támogatta a ház megépítését azzal a kikötéssel, 2021 tavaszára fel kell épülnie. Bozsadik Robert polgármester azt mondta, a város minden népcsoportjával kiváló viszonyt ápol, ennek megfelelően ez esetben is minden lehetőséggel támogatják majd az építkezést. A város vezetése úgy gondolta, hogy ennek a célnak a megvalósítását anyagilag is kívánja támogatni, és 5 millió forint visszanemtérítő támogatásban részesített az Egyesületet annak érdekében, hogy a beruházás kivitelezése, illetve magának a székelyek házának a berendezési tárgyai is meg tudjanak valósulni, illetve tudjanak érni, hogy 2021-ben már át tudják venni, és a mindennapjaik részévé tudják tenni a bátaszéki székelyek házát.